A mögöttem látható raklapok már üresek, mintegy 5200 csomagot osztottak szét a Vajdasági Magyar Szövetség által vezetett Topolyai Önkormányzat és a helyi közösség szervezésében a község 23 településének kisnyugdíjasai között. Topolyán 2130 csomagot kézbesítettek a település kisnyugdíjasainak, többek között a Kocsis házaspárnak. Éva és Antal szerint ilyenkor minden segély jól jön. Nekünk mind a három gyerek külföldön van, külföldön élnek. Ha nem lett volna ez megszervezve, nem tudom, mi történt volna. Tehát csak elismeréssel szólhatok arról, amit készítettek nekünk és a többieknek. Topolyán a helyi közösség tanácstagjai koordinálták a segélyosztást. Az elmúlt két hétben több civil szervezet és aktivista dolgozott a csomagoláson és az osztáson. A helyi közösségének a tanácstagjai, a helyi közösségnek az alkalmazottjai, a VMS ifjúsági szervezetének a tagjai, a Topolyai Önkéntes Tűzoltóságnak az önkéntes tagjai, valamint a Vöröskörözt Topolyai Helyi Szervezetének a tagjai segítségével tudtuk széthordani ezeket a csomagokat. Emellett a Topolyai Művelődési Ház dolgozói is sokat segítettek. A csomagok összeállításához szükséges pénzt a községi költségvetésből teremtették elő. Úgy válogattuk össze a dolgokat, hogy minden olyan dolog legyen benne, ami szükséges, tehát gondolok itt tartós élelmiszerekre, gondolok itt kéz fertőtlenítő szerekre, mosóporra, tehát minden olyan dologra, ami szükséges, konzervekre. Toalettpapír, szappan, száraz tészta, keksz és sok egyéb is gazdagította a topolyai segélycsomagokat.